Értem. Fiatalok kezeléséről beszéltünk, hogy miután cirkovírus ellen nem oltja, de fiatalok betegsége megjelent, és ki tudta kezelni napokon belül az állományt, mégpedig mivel is? Úgynevezett kolanin 1200. Ez micsoda? Ez por? Ez por alapú készítmény. Igen. Ez sertésre és tyúkra van. Egy állatorvos tudományi egyetemen van egy ismerősöm, és az mondta, hogy ezzel ki tudom kezelni, és ezt megszereztem. És nem is olyan drága, mert 1800 forint. Egy ilyen. És mondom, 3-szor tettem a takarmányra, és a negyedik nap már tréningeztettem őket, 5. nap már elvittem Nyergesújfalura 60-ra, és a 7. nap betettem a versenyre őket. Na most takarmányra, gondolom én úgy, ha tévedek, akkor igazítse, tehát megnedvesíted a takarmányt, nem nedvesíted meg. Nem, akkor hogyan? A takarmányt úgy csinálom, hogy fandliba főmerek takarmányt, erre egy evőkanál bemegyek a konyhába, étolajat ráteszek, rákeverem, igen. És erre teszek akármit, a verbót, a sörélesztőt, például ezt is. Igen, tehát gyakorlatilag az étolaj az kötő anyag. Így van, a konyhából bemegyek és egy evőkanállal egy fánlira ráteszem és arra keverem rá. Igen, be lehet-e mutatni milyen takarmánykeveréket? Be. Akkor most bemutatásra kerül, egy fánlival ki fog hozni a takarmányt, illetve egy... Most azt mutatom, amivel most a hosszú távra pakolom be a galambokat. Igen, mivel több magkeverék. Ez miből... verszalagat keverék. Igen, tehát ez egy kéz keverék. Ez egy belga keverék. Igen. Ebbe fekete napraforgót teszek pluszba. És más nem is teszek. Ja, és csiráztatott mungóbab van még benne, csiráztatott mungóbab. És az hol lehet beszélni? Ezt magában... a piacon lehet venni, zacskóba. Igen. Mi? Nem az az. Az a két zöldek azok. És akkor még... Rendelő. Ez a mungóbab. Nem az. A tirok, te. Az. Hoppa, várjál. Ez a lényeg. Fogd meg ezt, hozok egy zacskót, fogd meg a hőtet. Hát itt most éppen azon vitatkozik. Nincs vita, jó van az. Mungóbab. Ez a mungóbab, így van. Aha. Ezt a piacon lehet venni, meg akármilyen ilyen... Az emberi fogyasztásra is használják. Nem látom. Tessék. Igen, így már jó, köszönöm. És ezt csiráztatom, ez azt jelenti, hogy csütörtök reggel beleteszem egy cserépalátétbe, vizet rá, kiteszem az asztalra a napra, és másnap megdagad, de a csira nem jön még ki rajta, mert ha kijön, akkor csak piszkálják. Igen. Szóval, de már meghasad. Értem. Hát ez ahhoz hasonló volna, mintha búzacsirát etetnél. Igen, de mondom, nincs kicsi rászlata, csak meg... Itt kérted a csepeli piacot. 1400 vagy mennyibe kerül egy kiló. Ez a kilóból ennyi fogyott az idén el nekem. Igen. A mungóbabot, ezt hallottam már még a nagypállatitól is beszéltek róla. Lehet-e arról szól... De ez a mungóbab van a versze a takarmányban is különben, igen. Hogy tudjatok róla. Igen. Lehet-e bemutatni az ásványi anyag keveréket? Semmi akarány. Ott van, négy. Így tudom neked bemutatni. Vagy így, ha fölveszek. Igen. Ez az ásványa. És szívesen fogyasztják a magát? Szívesen fogyasszák. Ez a reklám helye volna, de ez itt Magyarországon szerzett be, vagy valahol van? Itt szerzett be, mondom a Victoria, meg a Meteor Mix keverék. Uh-huh. És a hagától van a kagyló törmelék. Igen. Lehetne arról szó, hogy a tenyészmadarakat is megnézik, hát,
galambosra formálják. És kihozod őket, vagy be lehet venni a dulc részbe? Be lehet, gyertek, bebecsukom ezt az ajtót. Lehet, hölgyeim és uraim, csak most gyakorlatilag galambosra következik, a tenyész madaraknál leszünk. Tessék, menjél csak előre. Nem kell itt bemennem, mert itt vannak a tenyész madarak. Aha. Igen. Most repült fel egy gyönyörű képkovácsolt hím. Egy remi vérvonalú madár. Uh-huh. Igen. Ezek az egyik legjobban tenyészthető, keresztezhető madarak, és ezeket, amivel keresztezem, azok általában most jött ki az originál Deerkamp öreg tojó. Sajnos az idén már nem tojt. Igen, és a delbárok közül... Ez éppen tojáson ül, egy kék kovács volt. Már hím volt. Igen. Mutatok egy Janssen keresztezett galambot, ami 5 évig szuperul repült. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon is. Igen, ez egy... Olyan, hogy 4 út, 4 helyezés, 2 díjjal, és a pintér a villámba 2 ponttal verte meg a pintér Feri barátom. De úgy fogd ezt a madarat, hogy egy picit ezt a kezedet, hogy jobban látszódjon. Igen. Ez egy Janssen, az öreg Klak hímnek, originál Klaknak a közvetlen fia. Értem. És ami itt fönt van... Az kérlek szépen, az egy vallonvérű madár, és ugyancsak ennek a kék hímnek, az öreg Klak hímnek az unokájával volt párba, és úgy lett ez, ennek a galamnak a 2 utódját ajándékozom neked, Feri bácsi. És itt a hím, amit valamikor te kaptál, de én nálam kötött ki, a Wiedermann Karcsitól. Oh. És ez hogy került ide? Hát én ezt bocsánatot kérek, én ezt, amit a Wiedermann Karcsitól kaptam, én ezt valahol elhelyeztem. És én attól megkaptam, mert nem jött össze neki a tenyésztés, és megkaptam ajándékba ezt a galambot. És ezt adom neked, ennek a gyerekét ajándékba. Aha. Ennek a párnak. Azt mondják, galambot nem szabad megköszönni, szándékot köszönöm csak. Igen. És itt még tovább. Ezek most innen ott jönnek van át. Egy idősebb hím lent, az a sötét kovács volt. Az? Igen. Hát azt fogtam azért, az a Delvár hím. Ja, az a Delvár hím. Itten van egy hulgoni, szép évben fel. Az a kék. Ez a Potykás. Igen. Ott van még az Anker a visszatenyésztet, annak a lányát is megkapott Feri bácsi. Oh. Az, amit mondtam, hogy a Messner Zoli ezt megnézhetné, olyan galambot kaptál. És ott fönt? Ez a... Fönt, az kérlek szépen... Az... Ja igen, az elég, amit itt néztünk, igen, a Remi hím, a... Itt az originált Erkamp tojóval, ami az idén már nem tudja, sajnos. Igen, igen, igen. Az egy Heremanszor, ugyancsak Remi. Igen. Féltestvére a Kovácsó tímnek. Azt is Janssennal kereszteztem, a Klak tímnek a fiával. És a delbárok közül kék tarka van. Nincsen kék tarka galambot, csak Kovácsot galambot. Hagytam meg, mi tarka, azt már meg se hagyom kicsinek, mert azok mind elvesztek nekem. Uh-huh. Igaz, ma a Horváth János barátom mondta, hogy azt hagyhatnék kék tarkát, mert azt mondja, azt visszatenném a kovácsottal, akkor mégint visszajönnének azok a kék tarkák, mint amikből eredtek ezek az Anker-féle balond elbárok. Hát köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, valamostra befejeződött.
el fogunk térni a nyuszik mustrájára. Köszönöm, hogy velem tartanak.